Az előadás, első előadásban beszéltünk a gyülekezetépítés gondolati hátteréről, ha szabad így mondanom, hogy ezt igazából csak tudatosan lehet csinálni. Tudatosan újra meg újra végig gondolni a bibliai tanítást, az egyházra, a gyülekezetre nézve, újra meg újra tudatosan szemügyre venni a gyülekezetünket, összehasonlítani a kettőt, és levonni belőle a következtetéseket. És akkor beszéltünk róla, hogy ez azért nehéz, mert állandóan vannak napi ügyek, viszont pont a vezetői képességekhez tartozik az, hogy tud delegálni dolgokat, hogy neki legyen ideje végig gondolni a folyamatokat, meg a jövőt egy kicsit belőni, hogy mi fog történni. Azon kívül természetesen az egyházban, hogy hát a legyen ideje imádkozni a gyülekezetéért és önmagáért. Tehát ez annyira hozzátartozik a lelkészi munkához, hogy arra egyszerűen időt kell keríteni. Tehát ha túl sok teher van a vállam ahhoz, hogy ezt tudjam tenni, akkor nem azt kell mondani, hogy bocsánat, erre nem érek rá, hanem akkor azokat a dolgokat kell keresni, azokat az ügyeket, azokat a feladatokat kellene keresni, amelyeket vagy leállítom egy időre, vagy pedig át tudom adni valakinek. Mert helyettem senki nem fogja ezt csinálni. De lehet, hogy helyettem tud valakit adminisztrációt vezetni, vagy helyettem tud valakit téglát rakni, de pásztori, tehát az igazi, az elhivatásomhoz tartozó feladatokat, és ahhoz tartozik az is, hogy hogyan mondjam, megmérjem a gyülekezetnek a hőfokát, meg próbáljam elképzelni, hogyha nem csinálok semmit, mi történik, és ha ez nem jó, akkor mit kellene csinálnom. Ez a fajta feladat, az pont a lelkipásztori feladat, ezt nem tudom leadni senkinek. Lehet ezt közösen vállalni, másokkal együtt, de delegálni ezt nem lehet, mert éppen erre kaptam az elhívásomat. Aztán tegnap délután beszéltünk a motivációról, ugye, nagyon fontos, hogy ne azért tegyem a munkámat, hogy ezáltal megfeleljek az Úrnak. Még rosszabb lenne, hogy azért csinálom a munkám, hogy megfeleljek az embereknek. Még rosszabb lenne, mert az még nagyobb tévútra vezet. A motiváció, ha minden igaz, abból fakad, hogy Isten engem hívott el, hogy részt vegyek az ő munkájába. Hogy egyáltalán része legyek az ő népének. Nem érdemeltem meg, tisztátalan voltam, ő már meghalt értem, amikor én még meg se születtem, ő már elhívott, amikor ő is tudta, hogy nemet fogok mondani, és addig hívott, amíg meg nem győzött ő engem arról, hogy nem tudok más csinálni. Igent kell mondani. Nem én döntöttem, ha szabad így mondanom, hogy meg lettem győződve. Hogy igazából bolond lennék, ha még mindig nemet mondanék. Ugye ez a megtérés. A megtérés az nem az, hogy beixeltem, hogy mondtam egy imádságot, ez nem lehet tudni, hogy a háttérben van-e megtérés, vagy sem. Fordítva igaz. Ha meg vagyok győződve a bűnösségemről, meg arról, hogy az Úr Jézus, ha megvan, akkor fogok imádkozni automatikusan. Tehát ez nem kérdés. De ugye nem lehet megfordítani a dolgokat, hogy aki tehát ilyet meg ilyet imádkozott, az biztos, hogy megtért. Hogy engem is félrevezettek már. Hogy hát most vonuljunk félre, most szeretnénk a bűneimet megvallani, most szeretnénk imádkozni. És akkor én nem szoktam az illetőnek a szájába rágni a szavakat, akkor mondjad, hogy mit szeretnél. És akkor a beszélgetésből elég gyorsan kiderült, hogy hát ő csak meg valamit sejt. De hát amikor már arra volt, hogy akkor ne nekem mondjad, akkor az Úrnak mondjad. És akkor már nem tudta mondani. És akkor kitenem, hogy mondod egy imádságot, lehet, hogy ő most gondolja, hogy megtért, de a szavíból hallom, hogy itt nincs bűnvallás, de nekem akart megfelelni ezek szerint. De még van takarnivalója, ha az Úr előtt még nem mondja el, akkor ki tudja, hogy ebből mi lesz. Mi az baj? Tehát ezért fontos, hogy mi is magunkba szálljunk, ugye a motiváció szempont, hogy miért csinálom a munkámat, mert ha a saját szívemet ismerem, akkor tudom a megfelelő módon buzdítani a testvéreket is arra, hogy úgy vegyenek részt ebben a munkában, ahogyan Isten ezt kéri tőlünk. Ugye, ha a saját motivációm sincs rendben, akkor nem
nem tudom a helyes motivációt közvetíteni sem. És a harmadik lépés, amit meg szeretnénk tenni a mai napon, hogy igazából az elejétől fogva az Úr Jézus a missziót és az egyház építést is közös munkának képzelte el. Az nagyon egyszerűen le lehet vezetni arról, hogy a Biblia elég sokszor, elég tudatosan, hol egyes számban, hol többes számban beszél. Isten a 10 parancsolatot nem többes számban mondta, hanem egyes számban. Mert amikor elhangzik, akkor mindenki vegye magára. Te ne lopj! Te ne lőj! Ez nem olyan, hogy ezt közösen meg kell oldani, hogy ne lopjunk, meg ne öljünk, akkor én vállalom a lopást, ha te vállalod az ölést, akkor én fogom nem lopni, ha te nem fogsz gyilkolni, akkor már jóval vagyunk, akkor közösen már 2-10-ben megvan például. Ugye? Egyes számba szól a 10 parancsolat. Egyes számba szól az ároni áldás is. Nem tudom, hogy odafigyeltetek-e. Néha-néha kiráz a hideg, amikor egy lelkész ezt többes számba kezdi mondani. Mert ugye az áldás is mindenkinek szól. Külön-külön. Nem olyan, hogy közösen kapunk egy áldást, aztán haza megyünk, és mindenki egy 36 részét visz belőle haza. Ugye? A lelkész mondja az áldást, de egyes számba mondja. Direkt egyes számba mondja. Így van leírva a Bibliában. Aztán külön-külön mindenkinek szól. De amikor az Úr Jézus a missziói parancsolatot mondja, akkor nem egyes számba mondja. Elmenném, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Hogy ott nem arról van szó, hogy mindegyik tanítványnak külön-külön el kell érni az egész világot. Itt éppen arról van szó, hogy ezt együtt kell csinálni. És akkor majd házi feladat, hogy a Bibliában hogy kereshetek még ilyeneket, hogy mikor van egyes számban, mikor van többes számban, amikor nekünk furcsa, hogy ez miért mondja Isten hirtelen egyes számba. Hát ha egyes számban mondja, akkor úgy kell érteni, hogy ez mindenkinek külön-külön szól, aki hallja. Ha többes számban mondja, akkor arról szó, hogy ezt közösen kell megoldani. A misszió, hogy olyan dolog, Isten népének az összegyűjtése, a helyes úton tartása, az olyan dolog, amit csak közösen lehet elvégezni. Egyről nem nagyon megy. Mondtam már tegnap is, hogy amikor Pál apostol indul az első missziói útjára, nem megy egyedül. Hogy hárman mennek. Az Úr is mondta, hogy ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, akkor ő ott lesz. Tehát akkor már négyen vannak. A minden sék, mindenható úra eljön, hogyha 2 vagy 3 ember az ő nevében összejön. Tehát ez a minimum. 2 alá nem lehet menni. Ha megvan az a 2 ember, eljön az Úr Jézus, akkor otthon egy gyülekezet a szabad így menni, nem. Pláne, ha 3-an. Nem kell, hogy 100-an legyenek, de 2 vagy 3 azért legyenek. Mert ugye nem vagyunk tökéletesek. Az Úr Jézus egyedül tudta elvégezni a szolgálatát. Minden ellátszélbe is. Amikor az Úr Jézus bennünket elhív, akkor vele együtt kell csinálni, természetesen, tehát így már 2 vagyunk az Úrral. De nagyon hasznos, hogyha én, mint ember, nem állok ebben egyedül. Hogy van mellettem valaki más, akivel imádkozhatok, akivel megbeszélhetem a dolgaimat, akivel közösen imádkozhatunk, mert akkor és csak akkor lehet olyan, hogy mind a 2 ugyanazt a dolgot egy szívvel kérik az Istentől. És akkor kiderül, hogy az Isten adta. Ha egyedül imádkozom, akkor lehet, hogy csak a saját vágyaimért imádkoztam, de ha mellettem van egy másik ember, testvérem, szolgatársam, de akkor fog kiderülni, hogy de bizonyos dolgokat mégse látjuk ugyanúgy. Akkor lehet, hogy nem Isten adta. Akkor beszéljük meg, imádkozunk érte, amíg el nem jutunk odáig, hogy ugyanúgy látjuk, ugyanazt tudjuk szívből kérni, és Úr Jézus megígérte, hogyha 2 egy szívből ugyanazt tudják kérni, akkor ő meg is fogja adni. Ezért kell a közösség. Nekem érdekes, hogy igazából csak egy olyan levél van a Bibliában, ahol kiderül, hogy valaki egyedül van. Ez a Timoteushoz írt első levél. Végig lapoztam, és ugye Pál apostol írt Timoteusnak, hogy neki még van dolga Efézusba. És felsorol sok mindent, amit Timoteusnak csinálnia kell. És a végén nincs semmi,
hogy ott még lenne neki munkatársa egyáltalán. De ha megnézzük a második levelet, akkor a végén azt írja Pál hirtelen, köszöntsd Priszkát és Akvilát, meg Onésziforosz háza népét. Tehát amikor Pál apostol a második levelét írja Timoteusnak, akkor egy, Timoteus nem egyedül van, hanem ott van legalább még három munkatárs. Kettő a munkatársok közül, Priszka meg Akvila. Olyan tegnap beszéltünk az Onderkommandóról. Na, ha valaki a Bibliában az Onderkommandó, akkor az, ez a család. Állandóan lehet velük találkozni. Ugye? Tehát Pál apostol felkarolja őket, megtérnek, beállnak a munkába, aztán még segítenek abban is, hogy a következő ígérdető is jobban értse meg az Isten igényét, de amikor Pál apostol Rómába készül, már ott vannak. Lehet, hogy szállást csinálók, hogy eleve onnan származtak, az is lehet, hogy hazamentek, de amikor később Pál apostol börtönben van, akkor ez a házaspár megint Efézusban van. Ugye? Tehát ők állandóan mozognak, és azt mondja, írja Pál apostol Timoteusnak, Timoteus ugye itt a gyülekezet vezetője, ha szabad így mondanom, neki kell rendezni a dolgokat, de van itt egy finom utalás, hogy de ő nincs egyedül. Tehát a Timoteus mellett olyan házaspár van, akik legalább annyi kiképzést kaptak Pál apostoltól, mint ő maga. Akik még akár büszkélkedhetnek még azzal is, hogy megtérítettek egy ígérdetőt. De nem csinálták szentet. És már voltak helyeken. Rómában is voltak. Efézusban is voltak. Korintusban is voltak. Tehát ők sok mindent láttak. Tehát ha valakiről lehetne azt mondani, hogy itt van egy Sonderkommando, tehát egy gyülekezetépítő bizottság, és csak egy házaspár. Csak egy házaspár. Akik vállalták azt, hogy most ide megyünk, most oda megyünk, most itt szolgálunk, most ott szolgálunk, most Rómában építünk egy gyülekezetet, meg a házuknál volt egy gyülekezet, néhány évvel később már pák Efézusban vannak. Tehát felszálltak a hajóra, vitték magukkal a sátorkészítői készleteket, és hoppá, most Efézusban vagyunk, és gondolom, hogy megint van egy házi gyülekezet. Ugye, ha valaki egyedül van, főleg amikor a lelkész egyedül van, akkor nagyon veszélyes helyzetben van, mert támadható minden oldalról. Kedvenc példámat mondom el, Emmausban már elmondtam, hogy nagy rejtély a darwinista biológusoknak, hogy miért vannak még zebrák. Mert ugye a zebra fehér, fekete, csíkos. De hol él? Ugye? Nem az északi sarkon, és nem is a déli sarkon, ahol ugye értelme lenne a fehér színnek, de nem is éjszakai állat, amikor értelme lenne a fekete színnek, hanem olyan helyen él, ahol ő teljesen elüt a színektől. Ugye? Tehát, ha kicsit értünk az evolúcióhoz, akkor ez egy komplett rejtély. Hogy milyen előnye van az zebrának attól, hogy ő fehér, fekete, csíkos. Mert ugye ki az, aki nem tűnik föl ott Afrikába, azon a helyen az zebrája? Hát pont az oroszlán. Ugye neki van olyan színe, terepszíne, hogy az oroszlán az, aki beleolvat a háttérbe, nem lehet észrevenni, még jó lusta, akkor már tényleg nem lettek volna zebrák, de hát ugye az oroszlán mindig csak annyit ejt, amennyit meg tud enni, és még azt is csak néhány alkalommal a feleségére hagyja, hogy ő készítse elő a vacsorát. De hát jó, ha kell, akkor kell, tehát ha már Kong a gyomra az üreségtől persze, akkor a házúra is beszáll a vadászatba, de hogy ő az, aki ugye beleolvad a háttérbe. Ugye ő az, aki a legjobban illeszkedik a körülményekhez, és ott áll egy zebra, fekete-fehér csíkos, hát gyerekek, tehát ez ugye egy kilométerről meg lehet látni. Az oroszlánt lehet, akkor se látom, hogy előtt állok, de a zebrát tehát nagyon messziről lehet látni. De milyen hülye az a zebra, hogy még nem jött rá arra, hogy terepszínűt kellene fejleszteni. Nem? Tehát terepszínű, csíkos állat legyen. Nem. Nem úgy volt. Ugye? Nagyon jó példa, amikor majd egy darwinista, egy evolucionista emberrel kell vitatkozni, hogy erre mondjon valamit. Ugye? Nem mi az értelme? De mi az értelme? Az értelme az, hogy a sok zebra együtt áll, akkor ilyen, akkora, fekete-fehér pacsa. Azt se lehet látni, hogy hol kezdődik az egyik állat, és hol ér véget a másik. Tehát
Jönnek az oroszlánok, és itt van egy nagy fekete-fehér kupac. Hát most hol van a nyaka? Nem? Tehát ez most erre hogy támadjak rá? Ezért mit csinálnak? Kergetik. És valamikor, valamelyik, vagy fiatal, vagy beteg, vagy valaki nem figyelt, és eltévedte a sarkot, nem arra fordult, ahova a többiek mentek, ő mondta a vezér, hogy balra, ő meg jobbra értette, és appá, és akkor most már egy zebra van egyedül. Na, azt le tudom támadni. Mert most már látom, hogy hol van a nyaka. Így működik. Tehát amikor az ember a zebrák között áll, akkor a szabad ívonalom támadhatatlan. De amikor egyedül van, akkor baj van. Erről úgy jöttek rá az okos biológusok, hogy ők is akarták tudni, hogy az zebra hogyan viselkedik, és az egyiket befestették, a hátát befestették piros, hogy ők is ugye ki tudják deríteni, hogy hol van a zebra. Aztán kiderült, hogy az oroszlán azonnal ráment a piros csíkra, vagy ki tudta deríteni, hogy hol van az a zebra. Tehát nem, ez így egyszerű, na így jöttek rá. Na értitek? Ez egy példázat Istentől nekünk. Van egy ellenség, aki teljesen belesimul a háttérbe. Őt nem lehet látni. Lehet, hogy akkor sem, amikor a farkára lépsz rá. Nem tudsz védekezni, egyedül vagy. Mert te más vagy. Annyira más vagy, hogy egy kilométertől is lehet érezni, hogy itt valaki más van. Hol van hogyan lehet védekezni? Közösségben. Egyedül támadható vagyok. Közösségben, nem mondom azt, hogy támadhatatlan vagyok, hanem legalább már zavar van az ellenségnek a szemébe. Együtt tudunk lenni. Ugye? Mi Magyarországon látjuk a következményeket, hogy mi történik, amikor egy lelkész magányos, és nem tudja megoldani. Sajnos az elmúlt időkben több lelkész is öngyilkosságot követett el, ugye? Tehát az már az ultima ráció, akkor már tényleg nem. Volt olyan, akivel csináltak egy műsort. A rádióban elhangzott a bizonságtétele, utána fölakasztotta magát. Félelmetes. Tehát ugye, akkor látjuk a különbséget, amikor az ember fölveszi a palástját, és elvégzi a szolgálatot, és kiderült, hogy a palást alatt egy teljesen másfajta ember van. Egy magányos, összetört ember van alatta, akkor nem mondom, hogy nem kereste volna a megoldást, az is lehet, hogy megkereste, és felajánlották a segítséget, de nem akarta elfogadni, mert azt is ismerjük. Látjuk, hogy valaki bajban van, felajánljuk a segítségünket, és nem akarja elfogadni, mert ő meg tudja oldani, vagy nem tudom, nem akarja megmutatni, hogy milyen bajban van. De amikor elmagányosodik a lelkész, visszavonja magát a közösségből, az mindig egy figyelmeztető jel. Itt baj van. És ha még nincs, akkor majd lesz. Ezért egymásra oda kell figyelni. Hogy senki ne maradjon egyedül. Ha ő nem keresi a közösséget, aminek a tagja volt, akkor keressük fel őt, mert akkor ott baj van. Vagy lesz. Tehát ezt csak akkor tudjuk megelőzni, hogyha oda megyünk, és egy kicsit sarkosan rákérdezünk, hogy mi a helyzet. Ő értse meg, hogy szeretetből csináljuk ezt. Ezért nagyon fontos a lelkészi közösség. Tolna megyében nagyon, hogy hogyan mondjam ezt, A megye egy részében ezért maradt meg a lelkészekben a motiváció, meg a gyülekezeti tagokban is megmaradt az elkötelezettség, mert szerveztek egy lelkészi kiskört. Jó, így mondom, Józsi. Ez hagyomány volt, hogy annó voltak lelkészi körök, aztán ez ugye elsikkadt, de újra szerveződött. Egy működik most. Uh-huh. Igen. A Duna mentén volt néhány gyülekezet, néhány lelkész, akik havonta egyszer jártak össze.
egy külső ember tartott egy előadást, vagy egy bevezetést egy témáról, de egész délelőtt együtt voltak, beszélgettek, terveket szőttek, hogy egyszerűen együtt legyenek. Kapjanak kívülről impulzust, tehát olyan embertől, aki nem pontosan abban a helyzetben, mint ők. Lehet, hogy közösen olvasnak egy könyvet, de mindig van egy külső ember is, aki elmondja, hogy teljesen máshol mi hogy van. Aki akár abban is tud segíteni, hogy más szemmel lássuk a saját helyzetünket. Ugye ez a lelkészeknek jó. Ez a lelki és szakmai közösség. Erre egyszerűen szükségünk van. Persze, ha visszamegyünk a Bibliához, a nagy elképzelés az volt, hogy a gyülekezet ilyen lelki közösség. És a nagy elképzelés az volt, hogy egy Isten tiszteleten, egy összejövetelen ketten vagy hárman is hirdetik az igét. Néhány baptista közösségekben ez még mindig így működik, például Kárpátalján. Érdekes, Hollandiában voltam baptista gyülekezetben, barátokkal, és ott a szószéken két, tehát szószék, és a szószéken belül ott volt két szék. És megkérdeztem az egyik baptista barátom, hogy ő tudja-e, hogy miért van ott két szék. Hát még soktuk, ugye? Mert ő se tudta már, hogy miért van ott két szék. Mert ti annak idején még betartottátok azt, hogy ketten, vagy a proféta közül ketten, vagy hárman szólalnak fel. Ami azt jelenti, hogy nincs olyan ember a gyülekezetben, akinek nem hirdették volna az Isten igét. Ugye, ha egy valaki hirdeti, akkor kell egy másik, hogy neki is legyen. Tehát, nem? Tehát különben nem lesz jó. Tehát, mondom, hogy bizonyos baptista körében ezt még ismerem, tehát van egy hosszú igéhirdetés, bibliomagyarázós igéhirdetés, és mindig van egy rövide. Tehát, hogy valaki elmondja, a héten, a bibliolvasás folyamán, erre meg arra lettem figyelmes. Ugye nem még egy prédikáció, mert akkor a híveink már hazamennek, de egyszerűen, tehát van valaki, aki egy hosszú bibliamagyarázatot mond, és van valaki más, persze egy lelki hívő ember, aki egyszerűen elmond egy biblia élményt. Hogy én megtartom a csendességemet, mi ezt olvastuk, remélem, hogy ti is ezt olvastátok, most nekem az lett fontos, hogy 7 perc pont. És akkor már ketten hirdeték az Isten igéjét, és nem egy valaki. Ugye? Az első gyülekezetekben ez Pál apostol szerint ez volt az elvárható. Mindenkinek van éneke. Magyarul mindenki mondhat egy éneket, de nem egy valaki választja ki, és nem is úgy van, hogy minden gyülekezetben délelőtt 10 és 11 között mindenhol ugyanazokat az énekeket énekelik, ugyanabban a sorrendben. Vannak ilyen törekvések néha, hogy az lenne a szép, hogyha a Kárpát medencében, az összes gyülekezetben 10-kor 11-ig mindenhol ugyanaz hangozzaná el. Tehát úgy ez már a pápizmus, így szépen visszamegyünk, hogy a következő lépés, hogy csak fel kell, majd központilag szétküldik, és csak fel kell olvasni, de figyeljetek oda, mert vannak ilyen tendenciák a mi egyházunkban is. De nem, a Biblia szerint nem. A Biblia szerint az a normális, hogy összejön a gyülekezet, és mindenki hoz egy éneket. És amikor tenkerre megyek gyülekezet, vagy a Isten tiszteletre, akkor fogok ott ismeretlen énekeket hallani. Mert ez a gyülekezetnek az énekkészlete, mert azt énekelük, ami ránk érvényes, vagy amit mi tudunk teljes szívből énekelni. Ugyan, a Biblia ezért nincs külön apostoli énekeskönyv. Hogy nem az volt az elképzelés, hogy mindenki mindenhol ugyanazt énekel. Nem baj, hogyha van egy alapkészlet, de az lenne a normális, mert akkor a gyülekezeté ez is. Közös énekkincs, és mindig ketten vagy hárman beszámolnak Isten igéjéről. És mondom, hogy a baptisták ügyesen oldották meg, hogy van egy igazi magyarázós igéhirdetés, és van egy mellette mondok egy lelki élményt. Akár talán be is lehet vezetni a gyülekezetben, ha megértik, hogy a hirdetések előtt berakunk egy presbitert, vagy egy lelki testvért, aki ezt mondja. Az elején nem fogják érteni, hogy mi ez, jövőre már hagyomány lesz, csak hogy jön a kolléga helyettesíteni, és akkor tiszteletben mi úgy szoktuk, hogy az Itza néni is elmondja, hogy ő mit olvasott. A héten, akár. Tehát. Ugye közös műfaj ez. És ha ennek a gyümölcsét láttuk a saját életünkben, amikor tartjuk a kapcsolatot a lelkész kollégákkal, vagy akár úgy, hogy a saját gyülekezeten belül mi fog történni, amikor több ember hozzájárul az Isten tisztelethez, mindenki a sajátjával,
de a közösség érdekében, akkor a következő lépés természetesen az, hogy hát jó lenne ezt kiterjeszteni a gyülekezet közötti kapcsolatokra is. Tehát Tolna megyében abba futunk bele állandóan, hogy sok programot egy gyülekezetben nem tudnak szervezni egyszerűen. Hogy túl kevés a fiatal ahhoz, hogy egy jó ifi működjön ott. Vagy olyan kevés a konfirmandus, hogy kevés értelme van velük elmenni egy hétvégére, és elmélyíteni azt, amit így szépen minden héten megtanultak, de most szeretnénk ezt személyessé tenni. Akkor mi a megoldás? Akkor most egyházmegyei szinten szervezünk egy konfirmandus hétvégét. És akkor innen jön kettő, onnan jön kettő, onnan jön három, onnan jön 15, és hirtelen kiderül, legalább annak a kettőnek, aki eddig azt gondolták, hogy csak a nagymama kedvére, meg a bicikléért járna a konfirmandus vagy konfirmáció órára, hogy vannak még ilyen gyerekek. És nem csak egy-kettő, mint nálunk, hanem hirtelen vannak 80-an. Persze az egész megyéből, és újra szervezni kell, és pénzbe kerül, és van, amikor a lelkész viszi föl a gyerekeket, és kell egy éjjeli őr is, mert ugye olyan korban vannak a gyerekek, amivel figyelni kell, hogy mi történik este is. De hát ugye szervezni kell munka, de a gyerekeknek egy óriási élmény. Most már minden évben szervezzük, hogy lássák, hogy mondom, hogy nagy gyülekezetekben az lehet, hogy nem annyira aktuális, de a pici gyülekezetekben, legalább nálunk, ez egy óriási élmény, hogy már egy fél éve korábban, még az új konfirmandusok hallották már, hogy mi lesz, hogy de és akkor az mikor lesz, mikor megyünk már 100 óra, mikor lesz a konfirmandus hétvége. Sőt, ott tartottunk, hogy a konfirmáltak, reklamáltak, hogy most mi már nem mehetünk. Ugye, kétszer voltunk, és most már nem mehettünk. És akkor voltunk olyan kegyelmesek, hogy most már konfi ifi hétvége. Tehát akik tavaly konfirmáltak, azok még mehetnek. Jó, ha ezt még 3-4 évig csináljuk, akkor már 2 hétvégét kell szervezni, hogy külön egy konfirmandus és külön egy ifi hétvég, annyi bajunk legyen. Ugyanaz történt, amikor tehát a Duna mentén működött a lelkészkör, ott van például egy stárai kupa, hogy évente 4 alkalommal van egy közös sportesemény, verseny, vagy akár bibliaismereti verseny, a gyülekezetek neveznek csapatokat, aki nyer azon a napon, hazaviszi a sztárói kupát, vándorkupa. Mindenki kap egy oklevelet, amit otthon a falra lehet függeszteni, megint közösségi élmény. Együtt voltunk, az igéről volt szó, az a közösségről volt szó, jól éreztük magunkat, a Facebookra majd kereslek, vagy írunk egymásnak, megint egy közösségi élmény. Ez annyira jól működött, hogy amikor a déli részen, ahol én vagyok, tehát a megyének a déli részén bevezettük, vagy újraindítottuk a lelkészkört, akkor elég gyorsan bevezettük a gyülekezeti délutánt is. Tehát havonta egy alkalommal délután egy gyülekezetbe találkozunk, az évre kitalálunk egy sorozatot, az első sorozat református kegyességünk volt, miért olvasunk Bibliát, miért imádkozunk, mi az értelme az éneklésnek, az Isten tiszteleten, akkor döbbentek többek rá arra, hogy mi máshogy látjuk a dolgokat, mint például a római katolikus egyház, vagy a római katolikus pap énekel, meg kötelező neki, és a gyülekezet énekelhet a pappal. Ő kiadja a számot természetesen, de hogy van-e ott gyülekezet, vagy négy gyülekezet, az a mise szempontjából lényegtelen. Hogy a gyülekezet énekel, vagy nem énekel, a mise szempontjából lényegtelen, csak a pap csinálja meg a dolgát. Nálunk ugye nem. Nálunk nem a pap énekel, és ha a gyülekezetnek van kedve, akkor énekel a pappal. Éppen azért énekelünk, hogy ne a pap beszéljen. Hogy a nép válaszol az elhangzott ígére. Ugye ezért énekelünk mi. Tehát nálunk a gyülekezet énekel, és ha a papnak van kedve, akkor énekel a gyülekezettel. Na azt már olyan nem ott tartunk, én tudom nagyon jól, hogy nálunk is úgy van, hogy még a temetésen is a pap énekel, és énekeljen. De hallod, nem? A többiek már nem értik az éneket, vagy nem ismerik. De mondom, a gyülekezetben ugye ez volt az éneklésnek az értelme. Azért énekel a gyülekezet, nem azért énekel a gyülekezet, mert nincs jobb dolga, vagy a pap szeretne kicsit pihenni, vagy mit tudom én, hogy így szoktuk. Ugye a református Isten tiszteleten azért énekel a gyülekezet, mert akkor válaszol az eddig elhangzott igékre, és igazából a lelkésznek nem is kellene velük énekelni, ha nem akarja.
Hát ezt magyarázzuk el a gyülekezetnek. De mondom, többen akkor ott döbbentek rá, voltak több, köztük lelkészek is, akkor döbbentek rá arra, hogy mi a helyzet. Az énekléssel például. De mondom, ez ilyen teljesen alapsorozat volt, hogy ez ilyen, tehát ugye a konfirmandusoknak szoktuk ezeket elmagyarázni. Talán, hogy áll össze az istentisztelet, meg mit, mikor kell csinálni, meg mit tartozik a csendességhez. De nem ártott azt ott felmelegíteni ott a gyülekezeti délutánokon is. És abból is olyan kapcsolatok lettek, hogy már felismerték egymást az utcán, akár, hogy amikor Süretibába mentek, hogy az is református, mert én találkoztam vele valahol. Presbiteri konferenciák ugyanúgy működnek. Mindenfél évben szervezünk egy presbiteri konferenciát, megyei szinten, jön külső előadó egy érdekes témáról, akkor meghívjuk a presbitereket, ilyen 60-100 közötti létszámmal vagyunk minden alkalommal most. Ami azt jelenti, hogy szinte minden gyülekezet képviselve van, legalább két presbiterrel. Előadás, tehát állított a helyi lelkipásztortól, előadás egy meghívott előadótól, jó nagy szünet, hát ugye a jó konferencia egyik ismertetőjele, vagy két ismertetőjele van a jó konferenciának, az egyik van egy jó előadó, a másik az, hogy van egy jó hosszú szünet, amikor tudok leülni a barátaimmal, ismerősével beszélgetni. Tehát ha ezeket megvan, akkor már jó a konferencia. De mindig beszoktunk rakni, ha sikerül, egy-egy jó példát a megyéből. Hogy egy gyülekezetben elkezdtek valamit csinálni, és képes beszámolóval megmutatják, hogy mit találtak ki, hogy működik, hogy néz ki, felajánlják a segítségüket, hogyha más is kíváncsi rá. És így például néhány gyülekezetben létrejött egy nőszövetség. Valaki megmutatta, hogy mi az, hogy működik, és a mások megkapcsoltak, hogy tiszteletes úr, az kéne nekünk is. Hát, akkor már jó, ugye? Amikor már, ahogy reggel is olvastuk az igéből, amikor már a vágy szól az emberekből, akkor az már nagyon jó. Hány gyülekezet van a Tolnai? 31. Igen, és akkor ugye tehát a méretben van olyan, ahol 4-en járnak Isten tiszteletre, és van olyan, ahol Pakson 100-on járnak Isten tiszteletre. Tehát nagy a szórás, néhány kicsi van, és sok, vagy néhány nagy van, és néhány kicsi. De ott az összetartozás az kell. Ugye abból a szempontból is kell, én szerintem, hogy egy kicsit kimozduljanak a saját kereteik közül a gyülekezeti tagok. Hogy lássák már meg, hogy amit mi is látunk, hogyha máshova megyek, akkor hirtelen kiderül, hogy az a mi szoktuk, annak teljesen más jelentése van a másik gyülekezetben, mert itt így szoktuk. És amikor azt látjuk, hogy ott úgy szokták, és senki sem háborodik fel azon, hogy nem úgy csináljuk, mint ahogy mi szoktuk, akkor már kicsit így tágul a keret megint. Hogy van olyan is, az is református, az is testvér, mégiscsak egy kicsit másképp gondolkodik, és nem esett össze a gyülekezet attól, hogy nem úgy csinálják, mint nálunk otthon. Tehát ezért fontos ez az együttműködés minden szinten. Most tegnap kérdeztem, hogy mindenki írjon föl néhány dolgot arról, hogy az RLK-ra nézve mit szeretne látni, mind lehetne javítani, és nekem nagyon érdekes, ami visszajött. Tehát, hogy összefoglalva, láttam többször a közösségnek az elmélyülése, tapasztalatcsere, mentorálás, szupervízió, ilyeneket láttam, és próbáltam, meg ugye elhangzottam, állásfoglalás, vagy a kiadványoknak a szerkesztése, és igazából én kis táblázatba próbáltam ezt magamnak összefoglalni, hogy ilyen lelkészi közösség, de szerintem gyülekezeti szintre is lehet ezt hozni akár, hogy két fontos dolog van, a lelki épülés és a szakmai épülés. És ugye a kettő nem ugyanaz. Tehát vannak átfedések természetesen, de a kettő nem teljesen ugyanaz. A lelki épülést és a szakmai épülést lehet nagy csoportban is elvégezni, meg lehet kisebb csoportokban is. Olyat, a lelki épülés egyik módja az, hogy valaki nagyon készül, és tart egy ige magyarázatot, és tartunk egy ima közösséget. Ugye az nagy csoportban is nagyon jól el lehet végezni. Viszont az se baj, hogyha valaki így készül, hogy készül néhány kérdéssel is, és a nagy ígérdetés után szétmegyünk kisebb csoportokba, és meg tudjuk beszélni.
hogy kiben mit váltott ki az ige, és akkor lehet, hogy kisebb csoportban személyesebb dolgok jönnek elő, és jobban tudunk egymásért imádkozni, hogy Emmausban így csináljuk már évek óta. Hogy mindig van a központi ige magyarázat, és utána ugye van közös, nagy közösségi imádság is reggel, de a közös ige magyarázat után kis csoportos beszélgetések vannak, éppen azzal az elképzeléssel, hogy ott jobban megnyílnak az emberek egymásnak. És akkor lehet még jobban imádkozni egymásért, és én mindig szoktam mondani a csoport tagoknak, hogy ami a csoportban elhangzik, az eleve ott is marad. Tehát kivéve, hogyha engedélyt adok, hogy másnak is mondjam. Tehát következő reggel a nagy ima közösségben nem fogom a testvérnek a problémáját imádkozni, amit a kis csoportban mondott el. Ha, tehát ugye, mert ez a csoporthoz tartozik. A... Ja, vagy úgy tudom körülírni, hogy nem mondtam, de mindenki tudja, de nem. Ugye ezt tudni kell kezelni, hogy van, amikor közösen imádkozunk bizonyos dolgokért, amit mindenki tud, és vannak olyan dolgok, amelyeket szerintem nem akarom a nagy csoportba megosztani, hanem nem tartok ott, tehát nem tudom, de azzal a néhány testvérrel szívesen, akikkel holnap is fogok találkozni, meg holnap után is, tehát velük szívesen. Vagy, ha kiderül, hogy úgyse találok megoldást, akkor kérek lelki gondozást egy életebb kollégától, hogy akkor üljünk le a kettesbe és rendezzük meg. És akkor lehet, és olyan volt Tahiban, hogy utána a nagy csoport előtt valaki beismeri, hogy kedves testvérem, én hazudtam nektek. Meg óriási élmény volt, én ilyet még nem láttam, de most Tahiban az történt, hogy a konferencián valaki beismerte a kollégák előtt, hogy kedves testvérem, hazudtam nektek. Én mondtam valamit, és nem volt igaz. És most elmondom, hogy mi az igazság. És nem volt szép az igazság. De én majdnem elsírtam magam. Hogy ez a lelki épülés. És akkor van a szakmai épülés, hogy az ugyanúgy működik. Tehát lehet ezt előadásba megoldani, hogy valaki egy bizonyos témáról, és ugye érdemes egy konferenciát egy témáról szervezni, mert különben szétesik az egész. Tehát egy valaki, aki egy kicsit ért hozzá, erről a témáról néhány alkalommal beszél, megadja a szempontokat. De ugye az is jobban működik, hogyha utána kisebb csoportokban ezt fel tudjuk dolgozni. Hogy a te gyülekezetedben hogy működik ez, az én gyülekezetemben ez hogy működik. Most nyáron, tavasszal volt egy holland lelkész-magyar találkozó, minden évben van mostanában, egyik évben itt Magyarországon, Mátraházán, másik évben kint Hollandiában. És hogy egyik téma az ígérdetés volt, tehát volt egy központi gondolatébresztő, és utána szétmentünk kisebb csoportokban, és megbeszéltük azt az ígérdetést, ami előző nap elhangzott. Tehát a holland lelkészek magyar gyülekezetekben voltak, az a párosítás az mindig megmaradt, hogy a holland lelkész elmondta, hogy hogyan készült erre az ígérdetésre, a magyar lelkész elmondta, hogy ez hogyan fogadta a gyülekezet, legalább hogy látta, hogy hogyan fogadta a gyülekezet, meg a másik oldalról, hogy a magyar lelkész hogy szokott felkészülni egy ígérdetésre, hol vannak a különbségek. És voltak ugye, átfedések, voltak különbségek, nagyon érdekes volt egyszerűen megbeszélni egyszer, hogy valaki más kultúrából bejön az én gyülekezetem, ő akarja tudni egyáltalán, hogy mi van a gyülekezetemben? Van az a lelkész, aki azt mondja, hogy hát én az igét magyarázom, nekem mindegy, hogy kik ülnek ott, akkor is azt fogom mondani, hogy az igébe van. A másik azt mondja, hogy hát de nem tudom az igét magyarázni, ha nem tudom, hogy kik ülnek ott, mert nem tudom, hogy milyen példát kell mondani. És akkor a Facebookon már írtak egymásnak, hogy jó az a fordítási lehetőség ott a Facebookon, hogyha nem értem, mit ír. Tehát az egyik hollandul tud írni, a másik magyarul tudja elolvasni nagyjából, de ez működik. És akkor rájött arra, hogy milyen emberek vannak a gyülekezetben, és akkor olyan példát hozott, amiről úgy gondolta, hogy az emberek ezt talán érthetik. Tehát van egy szakmai, tehát egy plenáris, egy nagy csoportos része, amikor elvek hangzanak el, és utána leülünk, és tényleg megbeszélünk, hogy miről van szó. És ugyanúgy működne az igazi szupervízió is. Tehát én nagyon sajnálom, hogy ez a szó mostanában mást jelent. Legalább Magyarországon a szupervízió az azt jelenti, hogy... hogy pszichoanalízis nagyjából, hogy tárult ki a lelkedet, hogy mondd ki, hogy érzed magad. Tehát volt néhány kolléga, aki hivatalos szupervizor képzést végzett el Magyarországon, és amikor legközelebb azt kérdeztem tőle, hogy vagy, mindig azt mondta, és te hogy vagy.
És én ismerem ezt a trükköt. És mondtam neki, hogy én kérdeztem először. De ő már unta, ugye, hogy a szupervízió csoportban mindig arról kövezem, hogy most hogy érzem magam ilyen helyzetben, olyan helyzetben, hogy már az érzésével nem is akarok már beszélni. Hát hagyjanak ma engem, viszont kérdezem, és akkor még lehet, hogy még tudok is valamit mondani arról, hogy a másik hogy mondja, hogy hogy érzi magát. Ugye nem ez a szupervízió. A szupervízió klasszikus értelemben az az van, amikor néhány ember ugyanabból a szakmából leül, és közülük egy elmondja, hogy őt ebben a héten, vagy ezen a héten mi foglalkoztatja. Ugyan, néhány ápoló egy osztályról leülnek, mondjuk rákbetegek osztályáról összeülnek, és valaki elkezdi mondani, hogy ezen a héten őt mi foglalkoztatja. Vagy az, hogy valaki meggyógyult, vagy valaki nem gyógyult meg, vagy valaki meghalt, vagy ő nem látja az értelmét ilyen vagy olyan kezelésnek, nem érti, hogy miért van. Utána közösen megbeszélik, persze arról is lesz, hogy hogy érzed magad ebben, fel tudod dolgozni? Holnap még szívesen mész rá föl az osztályra? Vagy inkább ne? Ugye ez az igazi szupervízió. Orvosok is csinálják, akkor kozíliumnak hívják, de mindegy, ugyanaz. Valaki elmondja, hogy milyen esete van. Ezt próbáltam, azt próbáltam, amazt próbáltam, semmi sem működik, kollégák, mondjatok valamit. Na, ez lenne az igazi lelkészi szupervízió. Hogy havonta egyszer összeülnek a lelkészek, és ima, igolvasás után egy valaki egyszer kezdi mondani teljesen őszint, hogy kedves testvérem, persze nem mondom el, hogy kiről van szó pontosan, mert lehet, hogy ismeritek, de most ilyen-olyan helyzet van, vagy ilyen-olyan eset van, vagy ilyen-olyan esemény van a gyülekezetemben, ezt próbáltam, azt próbáltam, most mondjatok ti is valamit. És akkor vagy valami szakmai megoldásra jutunk, vagy pedig, lehet, hogy nem is jutunk megoldásra, de valaki tegye fel a kérdést a kollégának, hogy miért foglalkoztat ez téged, és hogy érzed magad ebben. Föl tudod dolgozni? És ha ilyen vagy olyan lenne a végkifejlete, akkor is el tudnád fogadni? Hogy ez az igazi szupervízió, ahogy a világban csinálják. Tehát ez az a fajta szupervízió, amire én szerintem szükség lenne a lelkészeknek is. De ugye ezt nem országos konferencián lehet megoldani. Ugye? Tehát ugye ezt körzetben lehet megoldani. Tehát amikor az a néhány lelkész találkozik, rendszeresen, havonta, két havonta, akik egymás közelében vannak, tudnak együtt imádkozni, tudnak együtt Bibliát olvasni, és nyitottság van arra, hogy ne kritizáljuk a kollégát, hogy csak ilyen eset volt, nem is tudtam megoldani, bezeg én, mert majd jövő következő alkalommal én kerülök sorra, és akkor én mondhatom, hogy engem mi foglalkoztat. Tehát mi az az esemény, mi az az ember, mi az az ige akár, vagy nem sikerül az ígérdetés, és akkor beszéljünk erről, vagy hozzon el, hogy kedves testvéreim, én ezt a prédikációt írtam, de úgy érzem, hogy nem jó. Beszéljük meg. Engem most ezt foglalkoztat, mondjuk. Akkor olvassuk el közösen, mit szóltok ehhez. És akkor annyira szakmailag, hogy amolyan őszinték vagyunk, hogy nem azt mondjuk, hogy nagyon jó volt, kedves testvérem, persze, így is lehet, semmi baj. Nem. Akkor ugye nem kritizálom, hogy elmondom, hogy ha nekem kellene erről az ígéről prédikálnom, én még ezt vagy azt emeltem volna ki. Vagy hiánylom a végén az alkalmazás, teológiailag minden rendben van, csak ha én egy egyszerű gyülekezeti tag lennék, akkor én nem tudnék, amikor hazamegyek, hogy ezzel mit kell kezdeni. Ugye? Tehát ez az a fajta szakmai szupervízió, amire én szerintem nagyon nagy szüksége van a lelkésznek is. Hát ugye mi is önmagunkat adjuk teljesen. Mint az óvodapedagógus, mint az ápoló, a bármelyik osztályon, akár az a nevelőszülő, az árvaházban, ugye, a szociális szektorban mindenki önmagával dolgozik, önmagát adja. Hát ha önmagát adom, akkor kell, hogy rendszeren legyen olyan nap, amikor meg tudom beszélni, hogy és akkor vele mi történt. Nem, mert ha csak adom, akkor két dolog történhet, vagy kiégek, az az egyik lehetőség, a másik lehetőség az, hogy mielőtt elkezdem a szolgálatomat, fölveszem a páncélinget. Hogy fogom csinálni a munkámat, de nem fogom engedni, hogy bárki is közel kerüljön hozzám. A ápolónők is ismerik ezt egyébként, meg a tanárok is ismerik ezt. Úgy megyek be az osztályba,
pak, fogom csinálni a munkámat, hogy hogyan viselkednek a gyerek, mit fognak mondani, hogy értik, vagy nem értik, nem érdekel, én csinálom a dolgomat, és kész. Ugye? Így lehet védekezni a kiégés ellen, de ez se egészséges. Éppen ezért kell ez a szupervízió. Hogy lágy-e még a szívem? Szeretem-e még az embereimet? Nem vagyok gúnyos, szarkasztikus? Mennyire vagyok még közel az Úrhoz? Szakmailag még csinálom a dolgomat, vagy ma ott tartok, hogy nekik az is jó lesz? Tehát miért kellene jobbat adni, ha azzal is megelégednek? Ha? Erre nagyon nagy szükség van. Ugye ez csak kis csoportban működik, én szerintem, olyan emberek között, akik ismerik egymást, aki között megvan, az a őszinteségi, vagy őszinte lelkész, hogy mondjam, lelki, testvéri légkör, ahol ezt meg tudjuk tenni. De én tudnám javasolni, hogyha ti is úgy látjátok, hogy tegyetek egy próbát, hogy ez olyan működik-e. És persze akkor a harmadik dologban, ugye ott vannak a kiadványok, állásfoglalások, ugye az a mondjuk bizonságtétel kifele. Hogy nem magunknak dolgozunk, hanem az egyház javára, Isten országának a javára dolgozunk. Ha köztünk jó tapasztalatok gyűltek össze, akkor ne tartsuk meg magunknak. Tehát lehet, hogy még másnak is jó lesz az. Akkor kirakom a Facebookra, vagy írunk egy könyvet, vagy csinálunk egy oral history csatornát a YouTube-on, amikor bizonyos emberek bizonyos helyzetekről bizonságot tesznek, hát ha az is jó lesz. És biztos, hogy az jó lesz, és akkor lehet, hogy bennünket is fognak 12 000-en nézni, mint Törökországban, hogy ahol alig van keresztény ember, ugye aludtuk, de amikor egy keresztény ember elmagyarázza, hogy a Koránban milyen önellentmondások vannak, akkor néhány ezeren még kíváncsiak is rá, akik elvileg olvassák ezt a könyvet. Hát akkor bezzeg nálunk az egyházban mi lenne, hogy egy valaki elkezdene mondani, hogy milyen is volt az ébredés, hogy kezdődött, hogy milyen nehézségek voltak, amit a hívő emberek kibírtak. És aki azt gondolja, hogy most nehéz a helyzet az egyházban, hát akkor tudnék egy-két dolgot mesélni, hogy régebben mi volt. Akkor se volt az jobb, de akkor is kellett helyt állni, és helyt is álltunk. Azért vagyunk. Ezért vannak most még emberek az egyházban, akik panaszkodhatnak. Tehát ennek értelme van. Ugye ezért van, én szerintem, ilyen lelkészi közösség. Lelki épülésre, szakmai épülésre és a bizonságtevésre. És ha ezt a megfelelő formával tudjuk önteni, a megfelelő motivációval tudjuk végrehajtani, megtaláljuk a megfelelő struktúrát, hogy tényleg azt tegyük, ami a mi dolgunk, és ami nem ide tartozik, azt nem mi fogjuk csinálni, hanem azt hagyjuk másra. Ami már nem működik, azt nem fogjuk folytatni, de ami működik, azt megtartjuk. És lehet talán ezt még elmélyíteni a Biblia alapján, vagy szakmai szempontok alapján, és akkor itt olyan erős közösség lehet, aminek biztos, hogy lesz hatása a kollégákra is, akik most még nem itt, még nincsenek itt, még nem jöttek el, de talán eljönnek legközelebb. Talán azzal a mondattal, ami most Tahiban hangzott el, egy lelkésztől, aki ott volt először, és azt mondta, hogy nem is tudjátok, milyen nehéz közétek kell menni. Erre mi azt mondtuk, hogy de mi nagyon vártunk téged. Erre azt mondta, hogy de én azt gondoltam, hogy ez egy zárt csoport. Hogy azért küldjük a meghívót. Tehát ne azért küldjük a meghívót, hogy csak azok jöjjenek el, akik már jöttek. De valamikor eljut teljesen odáig, hogy nehéz volt ide bejönni, de jó volt. És lehet, hogy jövőre újra jön. Ugye? Őszinte. Tehát az az első lépés. Őszinte volt, valamire vágyott, amit megkapott. Lehet, hogy jövőre arra jön, akkor újra jön. És akkor nyertünk megint egy kollégát. Ha nyerünk egy kollégát, akkor nyerünk egy gyülekezetet. Ha nyerünk egy gyülekezetet, akkor nyerünk egy települést. Ha nyerünk néhány települést, nyerünk egy megyét. Tovább nem tudok látni, én csak megyei missziói munkatárs vagyok, tehát többet nem tudok. De addig ellátok.